tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Közel egy éve tart a nagyszabású diákkísérlet az iskolákban. Az idei tanév végével a kormánynak le kell vonni a tapasztalatokat, korrigálni a hibákat, és erről tájékoztatnia kellene a közvéleményt. A kormány döntése értelmében tavaly ugyanis szeptemberben 1501 iskolába jutottak el az új típusú kísérleti tankönyvek. A köznevelési intézményekben tehát egy nagyszabású diákkísérletbe kezdtek, mondhatni 100 000 diákon tesztelik élesben az új tankönyveket. Az LMP már tavaly is mondta, hogy nagy felelőtlenség belekezdeni így egy kísérletbe. Kiderítettük ugyanis, hogy az új könyvek nem mentek át semmiféle szakmai engedélyeztetésen, az oktatási hivatal eljárását teljesen megkerülve kerülhettek ezek a könyvek az iskolákba. Azóta látjuk is, hogy ez mekkora problémát jelent, hiszen az iskolák visszajelzései alapján komoly probléma van ezekkel a kísérleti tankönyvekkel. És sajnos ez csak a probléma egyik fele, ugyanis a szűkített listára kerülő állami tankönyvek egy részénél sem jobb a helyzet. A kirívó hibák mellett az LMP néhány jogszabálysértő tartalomra is felhívta a figyelmeket, lépéseket tett. A fő probléma igazából az, hogy az új tankönyvek felépítése kusza, szerkezete zavaros, logikája sok esetben érthetetlen. Egyszerűen arról van szó, és ezt nem mi mondjuk, hanem a pedagógusok, ezekből a könyvekből pocsékul lehet tanítani. Hemzsegnek a szakmai hiányosságokból, pontatlanságoktól. De hogyan reagál a kormány ezekre a hibákra? Hajlandók-e végre a valódi engedélyeztetési eljárásnak alávetni ezeket a kísérleti tankönyveket, vagy még mindig attól tartanak, hogy megbuknának ezen a szakmai kontrollon? Milyen könyvek kerülnek a szeptemberben a diákok kezébe? Korrigálják-e a hibákat? Hogyan folytatódik ez a diákkísérlet? Várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm szépen, Igor képviselő úr. Tisztelettel kérem az MSZP képviselőit, hogy a frakcióülést ne itt tartsák meg lehetőleg. És akkor válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt mondhatjuk, hogy, és hogyha ön pedagógusokkal beszélget, akkor látta is, hogyha korábban egy tankönyv elkészült, amelyben valamilyen hiba volt, akár 10 év is beletelt, míg azt a hiányosságot, vagy azt a hibát, vagy azt akár félregépelést, melléírást kijavították. Mi úgy gondoltuk, hogy egy újfajta tankönyvfejlesztésbe fogunk, nem csupán azok a tankönyvírók, tudós emberek működjenek közre a tankönyvek előállításánál, kidolgozásánál, akik esetleg korábban is közreműködtek, vagy akikkel hasonló kompetenciai emberek korábban is közreműködtek, hanem vonjuk bele a pedagógusokat és vonjuk bele a diákokat, és legyenek minőségibbek a magyar tankönyvek, és sok-sok diáknak a tapasztalata útján fejlesszük ki ezeknek a végső változatát. Nem egyedi ez a tervön is, tudja, hogy más országokban is kutatásfejlesztési alapú tankönyveket, főleg északi országokban kidolgoznak. Ugyanakkor maga a minőségbiztosítási eljárás egy lépcsőfokkal még szigorúbb volt, mint minden más tankönyv esetében. Itt is a Nemzeti Tankönyvtanács is természetesen véleményezte ezeket a tankönyveket. Itt egy olyan munka folyt, amelyben a korábbiakban egyetemi szakembereket, kutatóműhelyeket vontunk bele, szakmai, tudományos és pedagógiai és nyelvi lektorok is külön-külön ellenőrizték ezeket a köteteket. És utána pedig elindult az első évnek az időszaka, ahol minden tanárnak külön díjat fizetünk azért, havi 40 000 forintot, hogyha részt vesz ebben a tankönyvfejlesztésben, akkor írja vissza azokat a tapasztalatait, amiket ő javítani szeretne ezekkel kapcsolatban. Így a legszélesebb tankönyv szerzői vagy tankönyv minőségbiztosítási rendszerrel pontosan a kísérleti tankönyvek fognak rendelkezni, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a kísérleti tankönyvek bevezetése révén töredékáron fognak a diákok hozzájutni ezekhez a tankönyvekhez. Ezeket a szerzőjog ugyan védi bizonyos szempontból, de mivel az közkincs, ezért kitesszük a Nemzeti Tankönyvportára, hogy mindenki más letölthesse, nézhesse. Ez egy közkincs, ami nem nyerészkedni kell, hanem minél magasabb szinten, minél több diákhoz eljutatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszont-válasz megilletik, hogy így képviselő urat. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ön is bizonyára tudja azt, hogy egy tankönyvbe hiba csúszik, akkor nem kell 10 évet várni, lévén ott van köztengedélyeztetési eljárás legalább egyszer. Ezek a hibák jóval kisebb számban fordultak elő korábbi években, egy lényegesen alaposabb vizsgálatnak voltak ezek alávetve az oktatási hivatal által. Ez a kritérium ez nem valósult meg itt ezeknek a tankönyveknek az esetében. Ezt kérdezzük, hogy miért nem lehet ezt akkor most egy újabb nekifutással alávetni egy ilyennek. A tankönyvtanácsot emlegeti, bizonyára emlékszik államtitkár úr, hogy nincs egy éve sem óriási botrányok voltak e körül a testület körül, hiszen nagyon sokan volt a tankönyveknek a minőségére hivatkozva, vagy hát volt olyan, aki a tankönyvek minőségére hivatkozva lépett ki ebből a tanácsból. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz érv erre, és láthatjuk azt a rengeteg hibát, ami ezekben a tankönyvekben van. Nem ekkora létszámú diákkal és tanárral kellene talán ezt a kísérletet folytatni. A tankönyvek kialakítása kevés dolog egyik, ami nem a demokratikus eljárás, hogy majd a diákok eldöntik, hogy miből tanulnak, legalábbis, hogy megírják saját tankönyveiket. Várom a válaszát. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg az államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Ház, az, hogy mennyi helyen rendelték meg ezeket a tankönyveket, az már önmagában cáfolja képviselőnek az állításait. Nyilván nem arról van szó, hogy a diákok írják meg a tankönyvet, hanem arról van szó, hogy amikor látják a tanárok, hogy miként tudják azt a pedagógiai módszert a diákok befogadni, akkor erről vezetik ezt a munkanaplót, ezt juttatják vissza az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetbe, hogy a pedagógiai módszerek, amelyeket modern, új pedagógiai módszereként kipróbálunk ezekben a könyvekben, vagy bevezetésre szánunk ezekben a könyvekben, azok milyen mértékben valósulhatnak meg. Ha megnézi ezeket a tankönyveket, összehasonlítja a saját egykori tankönyveivel, nem voltak valószínűleg olyan régen, amikor ön is ezekből tanult, de össze nem hasonlítható a kettőnek a szerkesztési környezete, a képi világa, a tördelése sokkal inkább meg tudja ragadni a fiataloknak az érdeklődését, éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy sokkal informatívabb, és igenis büszkék lehetünk rá, hogy a magyar tankönyvpiac megújul, és a legmodernebb könyveket nem a piaci tankönyvkiadók, hanem az állam kellett, hogy kifejlessze, és így tudjuk a fiataloknak a tudását növelni, ráadásul ezzel 1,5 milliárd forintot spórolunk is a diákoknak és a költségvetésnek. Köszönöm szépen!